Sziasztok! Reggel 5 óra van, péntek reggel, és körülbelül a fél óra múlva indulunk a buszhoz, mert megyünk Görögországba. Görögországba jelentkezem, itt vagyunk Kefalóniába. Nem ma érkeztünk, hanem tegnap, de sajnos olyan hosszúra sikerült a buszút, hogy már nem volt erőm aznap jelentkezni, hogy ideértünk. Igazából nem szeretnék minden nap vlogolni, de elmegyünk pár érdekes helyre, amire, hogyha van tettek, akkor tartsatok velem. A mai nap úgy néz ki, hogy csak strandolunk napközben, este pedig el fogunk menni Kefalóniának a skálán vagyunk, és el fogunk menni Skálának az óvárosába, és ott fogunk egyet kirándulni. Hogyha érdekel titeket Kefalónia, akkor tartsatok velem! Fönt az óvárosban. Először pár szót említenék Kefalóniáról és a történelméről, és akkor utána beszélek egy picit az óvárosról is. Kefalónia Görögország nyugati részénél fekszik, mi ezen belül Skálán vagyunk, ami a szigetnek a délkeleti részén fekszik. Kefalónia a 7-8 sziget egyik tagja, méghozzá a legnagyobb a 781 négyzetkilométerével és a 40 ezer fős lakosságával, fővárosa, illetve székhelye Argostoli, ahol ebből 10 ezer ember él összesen, körülbelül. A történelme igen színes, már a bronzkorból is vannak írásos, illetve egyéb emlékek, illetve Homérosz is megemlítette ezt a szigetet az Iliász című művében. Kefalóniát, hát illetve Görögországot is, a történelem során nagyon sok birodalom uralta, ilyen volt például Velence, törökök, a franciák, és a többi Jón-szigettel együtt 1864-ben csatlakoztak Görögországhoz, mint már sajnos 1953-ban egy földrengés rázta meg a szigetet, aminek hát elég erős volt, 7,1-es erőssége volt a Richter skála szerint, ami leginkább a déli részt szinte teljesen elpusztította. Az érdekesség, hogy ekkor még körülbelül 100 ezer ember élt a szigeten, de a földrengést követően nagyon sokan elhagyták a szigetet, és ez lecsökkent nagyjából ilyen 40 ezer főre, vagy átköltöztek a szárazföldre Görögországba, vagy pedig más országokba költöztek el. Az emberek leginkább halászatból, és főszezonban pedig a turizmusból élnek, illetve a lankásság miatt nagyon híres egy bor, méghozzá a Robola, ez egy száraz fehér bor, ezt csak Kefalóniában lehet kapni, és hát elméletileg nagyon finom. Úgyhogy, és igen, itt vagyunk az óvárosban, fönt a hegy tetején.
amiről annyit érdemes tudni, hogy ugye eleinte az emberek, a skála lakossága fönt a hegyek közé építkezett, azért, hogy a kalózok és a fosztogatók ne tudjanak följönni ide. Megérkeztünk Myrtos Beach-re, ez már a sziget nyugati részén fekszik. Igazából ilyen hegyek között, egy gyönyörű szép kis öböl, a víz gyönyörű szép türkis színű. Nem véletlenül mondják ugye, hogy a Myrtos Beach benne van a világ legszebb 10 tengerpartjába és strandjába. Most itt körülbelül 4 órát fogunk elidőzni, és utána pedig elmegyünk majd egy kis kikötővárosba. Sziasztok, első állomásunk a mai Zakynthoszi túrán a Navajo-öböl, ami a világ legszebb tengerpartja, és nem is csoda, hiszen nagyon gyönyörű, szép, türkis, zöldeskék színű a vize. Ami a parton még egyébként található érdekesség, egy hajóroncs, ami 1980-ban került ide, körülbelül 30 éve van a parton. És ennek a története az, hogy két csempészhajó tartott a tengeren, és ezt a haditengerészet lefülelte, és üldözőbe vették a két hajót, de az egyik az elmenekült, a másik pedig zátonynak futott és kisodódott a partra.